Hétfő délelőtt csak úgy tolongtak a Dózsa középiskolát diákjai a díszteremben. Nagyon sokan vártak a sorukra, hogy vért adhassanak. Köztük a legtöbben most nyújtották először karjukat, ezzel is segítve embertársai gyógyulását. Biztos vagyok benne, hogy bátrabban tudják megtenni ezt a nagy eseményt 18 éves korukat betöltött fiatalok, hiszen azért egy ismerős terepen vannak, ismerős közegben, ahol egymás bátorítva az osztálytársak, barátok el tudnak jönni, és végig tudják csinálni ezt a nagyszerű dolgot. Természetesen minden alkalommal mi fölkészítjük ezeket az osztályokat. Az intézmény diákjai közül sokan tudomásul vették, azzal, hogy vérüket adják. Három ember életét menthetik meg ezzel az életmentő segítségnyújtással. Az a tapasztalat itt az elmúlt évekre visszatekintve, hogy nem is szokott probléma lenni. Tehát nagyon jól viselik akár a sorbanállást, akár magát a véradást ezek a fiatalok, és hát nagyon büszkén elégedetten távoznak minden esetben. Én úgy gondolom, hogy méltó utódai lesznek így ezeknek a kedves sokszoros véradóknak, akik itt Kalocsán és a környéken példát mutatnak és segítenek. Természetesen észlelhető egy kis szorongás, hiszen egy óriási dolgot kell itt végig csinálni, vért adni, egy nagy tűt elviselni akarunkban, de bátrak, és mi meg bátorítjuk őket, hogyha netán bármiféle aggályuk is van. És ami a legfontosabb, tehát itt nincs erőltetés. Az érintett osztályokban, ahova 18. életévüket betöltött diákok járnak, előzetesen tartottak előadást, ahol elmondták, miért fontos a véradás, mi a menete, illetve hallhattak a tanulók arról, mik a kizáró tényezők, és hogy hogyan készülhetnek fel erre a nemes cselekedetre. Ezt követően is milyen teendők vannak, ugye, hogy azon a napon azért kondiba ne menjenek, sok folyadékot fogyasszanak, és próbálom rábeszélni a fiatalokat arra, hogy ezzel a humánus cselekedettel is példát mutassanak a kortársaiknak, hiszen nem tudhatjuk, hogy kinek mikor lesz szüksége vérre, és ez nagyon fontos, hogy ilyen értéket közvetítsünk a fiatalok számára. Nagyon sok volt az első véradó, számunkra oklevéllel, kitűzővel, kifűvel és egy kis édességgel készültek a szervezők. Már 7 éve egy vándorserleg is az iskolák között átadásra került, tehát az iskola kapja meg minden évben, ahonnan a legnagyobb létszámban vesznek részt 18 év felettiek a véradáson. Jövő héten kedden a Szent István gimnáziumba látogatnak el a Magyar Vöröskereszt munkatársai, ahol szintén várják a 18. életévüket betöltött segítők és szándékú tanulókat.